Ma ott tartunk, hogy a világon évente már több 10 millió hibrid vagy elektromos személyautót állítanak elő és értékesítenek. A világ legnagyobb elektromos autógyártója, a BYD Szegedre érkezik. Egy célul tűztük ki a Széchenyi István Egyetem csoporton belül, hogy egy akkumulátor kompetencia központot hozunk létre. Itt van ez a bolygó, a maga véges méretével és véges erőforrásaival. Próbáljuk meg ezt úgy magunk után hagyni, hogy más is tudja még használni, és ahhoz pedig csak ilyen irányon keresztül vezet az út. Jó, hogy itt lenni még egyszer, mert tavaly is voltunk már. Most több állomás is van, és ugye tavaly csak itt a Kresszpályán voltunk, meg ez a Kahutos versenyen, és akkor ugye most már kipróbáltuk a gokártot is, és szerintem ez a eddigi legjobb állomás, amit voltam. Kezdtünk egy ilyen kvízjátékkal, most vannak a gokartpályán, meg itt a VR teremben, megnéztük itt az elektromos autón is, aki van rájtva. Tetszett, és mindent ki akartam próbálni. Az akkumulátorfor az könnyű volt szerintem, a VR-t azt mondja, nem értettem, hogy hogyan kell benne mozogni. Nekünk nincsen ilyenünk, csak unokatesómnak, és azt nagyon ritkán használom. Elég érdekes volt, nem láttam ugye semmit, nagyon izgalmas volt, és tetszett nagyon az is. Szeretem ugye a elektromos közlekedést, én buszozni szoktam ugye minden nap, meg elektromos rollerezni. Egyre többen vásárolnak elektromos autót, vannak töltőhelyek is, hogy néztem itt az út szélén több helyen.